úgy hallottam, hogy a Miss Universe címet is sikerült elnyerned. Hát ezek után hogy jött az, hogy akkor te autóversenyezni szeretnél? Igen, valóban. 2006-ban megnyertem Magyarországon a Miss Universe szépségversenyt, mely után kimentem Amerikába, Los Angelesbe a világdöntőre, ami egy nagyon nagy élmény volt, de ennek a korszaknak már vége, és az autóversenyzés most már a fő életcélom, és a munkám nagy részét is ezt teszi ki. És megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon élvezem. Tehát a szépségipar is egy jó dolog volt az életemben, és szerettem, de az autóversenyzés teljesen más. Egészen más embert és motivációt kíván, mint mondjuk egy szépségversenyen való indulás. Úgyhogy ezt azért komolyabb munkaként élem meg. Akkor most már csak ezzel foglalkozol, és csak ezt szeretnéd csinálni a jövőben is? Igen, alapvetően ezzel foglalkozom, persze még tanulok emellett, a másoddiplomámat csinálom éppen, de amivel leginkább foglalkozom és töltöm a napjaimat, az az autóversenyzés. Mitől is más egy ilyen autó, mint egy rendes utcai autócska? Alapvetően a legnagyobb szembetűnő különbség az, hogy be van körbe bukócsövezve, amint látod, tehát végig a fejünk fölött, valamint itt oldalt is futnak ezek a merevítő csövek. Ezen kívül még a pedálok sokkal keményebbek, mint egy utcai autóban. Ebben az autóban egyébként normális utcai manuális váltó van, tehát 6 sebességes, de általában csak 4, maximum az 5. sebességet szoktuk használni, tehát a 6-ra mint olyan nincsen szükség. Keményebben kell vezetni, már csak azért is, mert nincsen szervó rásegítés, tehát itt elég kemény fizikai munkának van kitéve a versenyző. Ezen kívül pedig a pedálok is sokkal keményebbek, és a féktávokon is ugye hirtelen kell fékezni, majd hirtelen gázt adni. És milyen volt most itt az osztrák ringen vezetni? Hogy érezted a pályát? Nagyon tetszik ez a pálya, csak azt sajnáltam, hogy nem tudtuk teljes terjedelmében használni a pályát, mert a kamionverseny miatt csak egy rövidített pályán tudtunk autózni, de nagyon jó volt. És abból a szempontból, hogy körülbelül 2 kilométeres volt a pálya, így 1 perces köröket mentünk átlagban, és így a nézőknek folyamatosan ugye, tehát akciót láttak, és folyamatosan ugye autókat, úgyhogy a nézők szempontjából ez egy nagyon látványos verseny volt. Belülről az autóból szintén én is nagyon élveztem, hiszen rengeteg versenyhelyzet alakult ki a mai nap során, úgyhogy szerintem ez egy jó verseny volt, és jó napot zártunk. The lawn that I'm mowing it, because I'm way too quick, like I'm Jay-Z, slow it low, can get a grip on my sober shit, now let me break these niggas down to the last little bit, and blast come with the purpose, it's like a medical issue, for more than just a silly twitch, get out my way cause I'm pretty pissed, grab niggas by the necks and dump them in a dirty ditch, and dirty dicks for your nerdy bitch, I'ma never switch things like this till I'm 36. Adrian Bende! Yeah! And I'll play for this now, it's not it. Adrien Vogel! Eben aus dem Box Energy Team und zu Ehren der Siegerin. Jetzt die Nationalhymne Ungarn, Hungarian National Anthem.